Rohamsisakos golyóálló mellényt hordó rendőrök hatoltak be a Tolnai házba, a következő felvételen pedig már a földön fekvő dílert bilincselik meg. A hatóság munkatársai készítették ezeket a felvételeket még 2020 nyarán, akkor 130 fő bevonásával több településen tartottak razziákat, amiket másfél éves felderítő munka előzött meg. Néhány óra alatt sikerült felszámolni az ország egyik legnagyobb drogterjesztő bandáját. Az ügyben most született ítélet, 9 álltak a bíró elé. Az első rendű vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer kereskedelem büntette, és társtettesként elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette, valamint bűnsegédként elkövetett közveszélyokozás büntette miatt halmazati büntetésül 13 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra és 10.800.000 forint pénzbüntetésre, valamint vagyonelkobzásra ítélte. Az első rendű vádlott a bűncselekményt a többi vádlottal együtt bűnszervezetben követte el, ezért a bűnszervezeti minősítés miatt a vádlottak mindegyike fegyházbüntetést kapott. A bűnszervezet tagjai éveken át kereskedtek szinte mindenféle kábítószerrel, sőt egyikőjük, miután a hálózat fejének autóját a rendőrök lefoglalták, bemászott a hatóság telephelyére és felgyújtotta azt. Ezt azért csinálta, mert a kocsi tele volt droggal. A bíróság a 9-rendű vádlottat közveszélyokozás büntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 5 év börtönbüntetésre és pénzbüntetésre is ítélte. Az ítéletek egyelőre nem jogerősek, mert a vádlottak enyhítésért fellebbeztek.